A veszélyhelyzetben már alkalmazott digitális munkarend a jövőben is a része lehet az iskolai oktatásnak. Ezt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága által elfogadott módosítás is tartalmazza. A Nemzeti Köznevelési Törvény változtatása értelmében a tanév bizonyos időszakában vagy valamilyen speciális esetben miniszteri rendelet tenné lehetővé a digitális tanítást. A szabályozás egyetlen esetben sem írná elő kötelezően azt, csupán lehetőséget adna arra garanciális szabályok beépítésével és jellemzően három esetben. Egyrészt a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakot megelőző két hétben a végzősök számára abban az időszakban, amikor az önálló felkészülés nagyobb hangsúlyt kap. A szombatra áthelyezett munkanapokon is lehetőség nyílna a digitális oktatásra, de olyan viszmajor helyzetekben is, amikor az intézményvezető akár rendkívüli szünetet is elrendelne, például azért, mert az iskola épülete használhatatlanná válik. A változtatás értelmében a digitális tanrend idején is iskolai felügyeletet kell biztosítani azoknak, akik nem tudnak otthon maradni, azoknak pedig, akinek nincs számítógépe vagy internet elérése, az iskola ad eszközt vagy iskolai gépek használata teszi lehetővé számukra. Jövőben várhatóan önkéntesen részt vehetnek a pedagógus minősítésben, vagyis címzetes fokozatot szerezhetnek azok is, akik számára az előmeneteli rendszer nem kötelező, például a szakképzésben vagy egyházi intézményekben oktatók. A második módosítás értelmében kizárólag szándékos bűncselekmény elkövetése esetén szüntetnék az iskoláztatási támogatást 12 éves kor felettiek esetében egy éven át. Az eredeti előterjesztés minden bűncselekmény típusra kimondottan ezt, így a fiatal által gondatlanságból elkövetett bűncselekményekre is.